Hello, my name is Heidi Løke and you're watching NSO TV. Én azt gondolom, hogy Ferdinand György látom az esélyesének, pontosan György látom az esélyesnek MOB elnöntőben, de én nagyon-nagyon óvatosságra intek mindenkit abba, hogy a középdöntő mérkőzéséből induljunk ki. Egyrészt azért a norvégok fejbe borzasztóan erősek, és nagyon-nagyon jól viselik az ilyen jellegű terheket. Másrészt pedig itt pontosan az esélyesség terhe lesz a Győr vállán, ami adott esetben bénítólag is hathat. Tehát én feltétlenül úgy gondolom, hogy nem előny a hazai pálya egyik csapatnak se, tehát igazából a döntő két meccsen a lehető legjobbat kell mennie mindenkinek. Tehát taktikázásban én véleményem szerint nem szabad belemenni abba, hogy kint egy szoros vereség és majd itthon, mert ez erre nincs garancia. Tehát én azt gondolom, hogy ha Győr a legjobbját tudja nyújtani, akkor kint is és itthon is meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, és feltétlenül ez kell, hogy legyen a célja ahhoz, hogy bélyet tudjon. Igazából a Larvik nagyon kétarcú, szóval az, hogy mi itthon megvertük őket, viszont az ottani meccsünkre meg nagyon-nagyon felkészültek, úgyhogy igazából náluk tényleg fejben nagyon erősek. Hát a Győrnek meg igazából a világ legjobb csapata, úgyhogy igazából ők az esélyesebbek.